Sziasztok! Mennek a hónapok, és változnak az évszakok, és az év kereke szüntelenül forog. Most Imbolc következik. Azokban az időszakokban, amikor valamilyen természeti jelenséget észlelünk, azaz változik az időjárása, nap, olyankor könnyen találkoztatunk egy-egy kitüntetett ünneppel, ezek a szokások, régi vallások, hitrendszerek, eseményei szép lassan ugye elhaltak, elsorvadtak, átalakultak és némelyek beolvadtak a keresztény hitvilágba, viszont a 20. században számos irányzat érdeklődött a régi hitrendszerek iránt, és Elkezdték a kereszténység előtti ünnepeket újraéleszteni, így a neóirányzatok, mint a neodruidák mondjuk, vagy más hasonló hagyományokat követők is előszeretettel elevenítették fel ezeket a régi ünnepeket. Így jutunk el Imbolkig is, bár többnyire sajnos ezekről a fesztiválokról nagyon keveset tudunk, persze, Ettől még nem kell feltétlen ezt elítélni, csak tudni kell hova rakni, meg hogy mennyi az alapja. Az évkereke körül mozgó ünnepeket általában kelt a gyökerű hagyományokból emelték át, és ezek nagyon népszerűek a mai boszorkányság körében, függetlenül attól, hogy milyen ösvénybe tartoznak a kelták szokásairól, viszont nagyon keveset tudunk, de az emberek mindig álmodoznak róla, milyen lehetett régen, hogy éltek, mit csináltak, milyen szokásaik voltak, ezért könnyen egy gondolatból, ábrándból tény lesz, utána már elég nehéz visszakövetni, Azért igyekszem minél pontosabban felvázolni ezt az ünnepet a mai források szerint. Úgy gondolják, hogy Írország területén ez a periódus már a neolitikumban is nagyon fontos szerephez jutott, ami azt jelenti, az Imbolc és ennek az időszaknak a hagyományai valami mélyebb gyökereket sejtett. Ezt a felvetést arra alapozták, hogy a megalitikus műemlékek illeszkednek a napjárásához, és hogy az milyen évszakban, milyen szögben esik, és ezek megegyeznek Imbolk és Szauin közti időszakával, mikor ezt a jelenséget tapasztalni lehet. Természetesen ezek elméletek, de valószínűleg lehetnek alapjai, az itt élő népek, akik ezeket a megalitikus építményeket létrehozták, azokról az emberekről nem sokat tudunk, de megalitikus építmények szerte a világban vannak, még Ázsiában is, mint India, vagy akár Kória. A keltákról viszont kicsit többet tudunk, több ismeretanyagunk van, de mindent róluk sem hát majdnem az is semmi, de hát egy kicsivel több, mint a megalitikus kapcsolatok. A zimbok hihetetlenül meghatározó ünnep lehetett a zókori kelták számára is. Ez így lett a modern kori neo törekvéseket, ennek az ünnepnek a mai változatát Szent Brigita napja körül építették ki, összemosva a gyertya szentelő hagyományával, igyekeztek rekonstruálni azért az eredeti szokásokat, amennyire lehetett, de azért nehéz dolguk van, hisz alig tudunk valamit, majd hogy nem semmit. Kicsit térjünk ki még azért a gyertya szentelőre, ami ugyanebben az időszakban van, hogy mi is ez. Azt talán mindenki tudja, hogy keresztény szokásról van szó, amit február 2-án tartanak. Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepét elsősorban az Alpok északi részén ünnepelték, amit a magyarok is átvettek, ezt Boldogságos Szűzmária megtisztulásának emlékére rendezték meg, ennek a gyökere ókorig vezethető vissza, és így sem véletlen, miért került be a keresztény hagyományokba, bár manapság nem ez a legfontosabb ünnep talán nekik sem, viszont azért mégis érdekes megvizsgálni a történeti hátterét. Mária a gyermek Jézust a Jeruzsálemi templomba vitte, hogy hagyományosan az akkori törvények szerint és szokások szerint, és ő áldozatot mutatott is be, mivel az úrnak be kellett mutatni a kisdedet, és ezzel a cselekedettel már is megtisztult, hisz addig ő tisztáltalan volt, bár én nem tartanám annak, mert hogy szült egy gyereket, már bocsánat, <laughs> meg amúgy is ugye szeptőtelen fogantatás, de Nyilván, hogy ez egy ilyen megtisztulási szimbólumot jelent. Az idő Simeon a kis Jézust a nemzetek megvilágosodására szolgáló világosságnak nevezte. Ebből alakult ki a gyertyaszentelés szokása, tehát ez a kis Jézus szimbóluma is Mária mellett, ez az ő fénye. Majd az idők folyamán azért csinálták, hogy az ártó gonosz szellemeket elűzzék a kisbabák közeléből, amíg az újszülött gyereket meg nem keresztelték, addig ő nem volt még ugye keresztény, és félni lehetett ne, hogy történjen valami, ezért égették a gyertyát addig mellette. Megha így ugye meghal pogányként, akkor nem mehet a mennyországba, legalábbis ezt így tartották. Tehát ezekben az időszakokban gyertyákkal kapcsolatos szertartások voltak, de egyes területeken fákja fényes felbunálások is előfordultak. Ennek a szimbólumnak a jelentése, hogy helyreáll az egyensúly a világban, is. a fény ezt is jelzi, ugyanakkor tisztító szerepet is társítanak hozzá. A néphagyományok és szokások is fűződnek ehhez az időszakhoz. Úgy tartják, hogy ez a periódus nagyon jó a pszichikus munkára, és a régi korok emberei ekkor próbálták megjósolni, milyen idő várható. Biztos ti is tudtak ilyen hagyományokat. Rengeteg szokás találhatunk hasonló célzattal, például a magyar is ilyen, emlékeztek a macira, aki kijön a barlangjából, vagy visszaalszik, vagy sem. Ha a medve előjön a barlangjából, ugye, és meglátja az árnyékát, akkor visszamegy aludni, rossz idő lesz. És nem lesz vége a télnek, vagyis ha süt a nap, akkor árnyékok vannak, de csak akkor egyhúl az idő, ha nincsenek árnyékok. A másik néphiedelem szerint, ha ezen a napon jó idő lesz, akkor később fog tavaszodni, lényege ennek is ugyanaz. Ez az ünnep arról is szól, hogy közeleg a tavasz, bár azért még, azért még nincs itt, de most már lassan megindul valami, elkezdenek a növények csírázni a hó alatt, itt már érezhetjük a tavasz első jeleit és a nap visszatérését, megjelennek az első hajtások és srügyek. Ez a tél elmúlása és a tavasz megindulása egyfajta átmenet. Elolvadnak a hómezők, és a fény, a meleg megtermékenyíti a földet, azaz az Isten nőt, és a magok kicsiráznak, és megkezdődik a tavasz is, tehát a naphoz társítanak egy ilyen megújító szerepet, és ez a termékenységgel is összefügg, tehát ez egy átmenet, a tél előzése is. Ilyenkor szokott lenni a farsang is, más karneválok, amik előzésre szolgálnak. Általában már várjuk, hogy itt legyen ugye a tavasz is. Végre a nap uralkodjon. Ezek a karneválok sokszor télbúcsúztatók is, és gondolatunk a híres karneválokra, mint a velencei karnevál, vagy a riói, vagy a mohácsi busójárás. Tehát ez a tél vége és a tavasz kezdete. Viszont a gyermekes szentelő gyökere is régi időkig nyúlik vissza. Ez is egy fúziós ünnep volt amit összeolóztak régebbi hagyományokkal, a Valentin nap is kötődik valamennyire ehhez a ciklushoz, hisz a szeretet és a termékenység valamilyen formáját őrzi. Valentin napot, más néven Bálint napot, február 14-én ünneplik. Szent Bálint, Valentin, szerelmesek védőszentje és ez az ünnep egy angol szász, eredetű szokás, ami már szerte elterjedt a világon, viszont ennek az ünnepnek is van ókori gyökere, mert ekkor volt Luperkália, Februum fesztiválja és tisztító és termékenységi rituálékat csináltak annak érdekében, hogy kiengeszteljék a farkas Luperkusz Isten, ezt február 15-én tartották a régi római naptár szerint, a gyertyaszentelő eredete is ezekhez a római kori tisztulási rituálékhoz kapcsolódik, innen ered a hónap neve is, ami latin februumból származik a tisztítás szóból. Volt egy másik ünnep is, kicsit korábban, február 2-án, amit szintúgy az ókori rómaiak tartottak, Júnó tiszteletére. Ilyenkor égő fáklyákkal és gyertyákkal díszítették a városukat, a lányok szerelmi jóslásokat kértek, de a görögök is ünnepeltek ebben az időszakban, és Démétér tiszteletére tartottak nagy tüzeket, tehát, mint látjuk, ennek is volt ókori gyökere, kicsit visszatérve az ír hagyományra, aminek a nevét megörökölte a neo ünnep. A Zimbolk egyike volt a négy kelt a tűzfesztiválnak, amely a vaskori kelta hagyomány fő ünnepeinek egyike volt. Ezek voltak a legjelentősebb fölművelő fesztiválok, amelyet felosztottak négy nagy részre, és ezek nagyjából félúton voltak a napi egyenlőségek és a napfordulók között. Ez a négy ókori kelta nagy esemény a Beltén, a Lugnesed és a Szawiny, Ma az imbolkott téli napforduló és a tavaszi napi egyenlőség közötti időszakban tartják, ahogy ugye elvileg régebben tarthatták. Sajnos nagyon keveset tudunk az ókori imbolk szokásairól. Amit biztosan tudunk az az, hogy az a tavasz kezdetét jelezte, hisz ez volt az az időszak a brit szigeteken, amikor az első szívós növények elkezdenek kibújni a földből. Úgy vélik, nagyon fontos lehetett ez az ünnep, és ezt abból is következhetik, hogy megemlítik az imbolk ünnepét egy korai irodalomban is. Azt is tudjuk, hogy imbolk lényegében Brigid istennőhöz kötődik, aki a gyógyítás, tanulás, kovácsmesterség, termékenységgel kapcsolatos istenség volt, viszont sokkal több a bizonytalan pont, hogy mindent tudnánk erről, tehát valószínűleg egy mezőgazdasági fesztivál lehetett talán ugye a brit szigeteken, az inbox szó eredete nagyon vitatott és nem tisztázott. A legrégebbi etimológia is a 9. századi kormán Glossariból származik. Ez egy ilyen korai ír szószedet, amely etimológiákat és magyarázatokat tartalmazott. Üh, igazából úgy képzeljétek el, mint egy ilyen enciklopédiai szótárt ahol ilyen szinonímák is vannak, és azokat így elmagyarázza, viszont visszatérve a zimbolk szó eredetére. Két valószínűsíthető feltevés van. Az egyik, hogy a szó oimek, szóból származik, ami juhtejet jelent Gael nyelven. Másik feltevés, hogy folkaim mosakszom szóból ered, így ez megtisztulási folyamatra utal. Előfordulhat sajnos, hogy nem olyan jó a kiejtésem, úgyhogy nem kezeskedem felőle, hogy tökéleteskelt a nyelven beszéljek. Valószínűleg ez az ünnep a kandaló és az otthon fesztiválja lehetett. Innentől már meghosszabbodnak a nappalok, és a tavasz első jelei is feltűnnek, tüzeket gyújthattak, Különleges ételeket tehettek, megvoltak a maguk játékai, a tűzmény, szimbólum fontos része lehetett ennek a fesztiválnak, mivel ez jelentette a meleg, a fény visszatérését, a nap növekvő erejét, hisz a nappalok már nőnek innentől. Kelta Isten brigiddel is összefügg ez az ünnep aki a költészet, a gyógyítás, a szülészet, az állattenyészet, a kovácsolás és a gyógyítás istennője is, a tűz az attribútuma, ezért is elég valószínű, hogy gyújthattak tűzeket a tiszteletére, tömnyire gondoskodó karakter, de mivel bizonyos helyeken kovácsolás mesterséghez is kapcsolódik, ő egy ilyen harcos istennő is, Brigida kandalló és az otthoni istennője mellett, és ezért is nyilván szorosan kapcsolódik a tűzhöz. A legtöbbet, amit Brigid istennőről tudunk, a szent hagiográfiájából és a néprajzából származik, és mindkettő jelentős prekresztény felhangokat tartalmaz, kevés információ áll rendelkezésre Brigidről, Kapcsolatot sejtenek a brit törzsek nagy védőistennőjével, akit brigantiának hívnak. Cézár azt írta róla, hogy ő egy ilyen főistenség, és ilyen minerva típusú istennő. Számos ír gyógyító is van egyébként vele kapcsolatban. Sokan azt feltételezik, persze ez se bizonyított, hogy Brigid Istennőt összemosták Szent Brigitával, aki a termékenység, a pásztorkodás védőszentje, akkoriban, mikor ő élhetett, tényleg boldog-boldogtalamból szentet csináltak, nem tudhatjuk, hogy létezette, és azt, hogy csodákat csinált volna, de ez se kizárt, hogy létezett is, és az Isten nőnek a karakterének az ilyen minőségét is ráhúzták, hisz arhetipusra a két személyiség hasonló volt. Nem tudhatjuk, viszont a történet szerint Szent Brigita egy apátnő volt, aki körülbelül a 6. században élt. Azt még így fontos róla tudni, hogy Írország védőszentje is Szent Patrik mellett még. Úgy tartja a fáma, hogy Brigitta édesapja druida pap volt, míg édesanyja az apjának rabszolgája volt. Vannak más történetek, ahol nemesi családba született, de a történetek megegyeznek abban, hogy Brigita olyan ember lehetett, aki igyekezett, a rászorulókon segíteni, betegeken, szegényeken segített, és különös csodás dolgok történtek. Olyan csodákról számolnak be, hogy egy leprás tejet kért inni, de a szent csak vizet tudott adni, ami végül tejé változott, és meggyógyult tőle a súlyos beteg. Egy megint másik történet szerint apja értékes drágakövekkel díszített kardját elajándékozta egy szegény embernek, Természetesen nem is kell mondani, hogy az édesapja nagyon dühös lett, viszont a király látta, mit tett Brigita, és hogy milyen jóság lakozik benne, hogy az apja kibékült végül ezzel az esettel, és felszabadította a lányt a rabszolgasorból. Brigita szépsége csodálatos volt, a gyönyörű lánynak rengeteg kérője is akadt, Persze, bár ő nem akart férjhez menni. Szent Patrik egyik tanítványa lett, és neki annyira fontos volt, hogy életét Istennek és a hitének szentelje, hogy kérte Istent, hogy áldja meg rúcsággal, hogy elkerülje a házasságot. Így imája meghallgatásra lett és félszemére megvakult majd a Szent visszanyerte látását későbbiekben, Brigitta nemeteként élt egy tölgyfa. Körül épített ki egy ilyen kunyhót, amit Kildarának hívtak a helyiek, azaz tölgyfacellának. Maga köré más hölgyeket is bevont és kolostort alapított, emellett terjesztette a keresztény hitet, a krónika szerint 70 éves korában távozott el, de addig is számos csodát tett. Az egyik legenda azt meséli el, hogy egy haldokló pogány vezérnek font nádból egy keresztet, ez olyan nagy hatással volt a pogányra, hogy megtért halára előtt, és így része volt a kerességben is. Ez a kereszt azóta Brigitta jelképe, ami védelmező, oltalmazó talizmán. Brigita, egy másik történet szerint fürdővizét szolgálta fel a püspököknek, akik sört szerettek volna inni, de sajnos nem volt sör, de a püspököknek nagyon tetszett ez az ital így is, és azt mondták, ilyen finomat még nem is ittak ezelőtt. Brigitta nevét egyébként megtaláljuk az utcák, az iskolák, a templomok, a hidak elnevezésében, mert annyira fontos és erős az ő tisztelete. Szent Brigitta napján, ami kb. imból kis, Szent Brigitta ellátogat az erényes hívek otthonába, hogy megáldja a lakókat és a házat. Gyakran kiraktak ételeket és italokat Brigitta számára is, így szimbolikusan meghívták őt a házba. Brigita megádja az otthonokban a Brigit kereszt nevű talizmánt, ami a konyhában és más helységekben lógott. Gyakran felfüggesztették ajtókra, ablakokra, és a zistálóknál is kirakták. Ez általában egy négyszögletes vagy egyenlő oldalú kereszt, ami Talmából készült, de háromkarú keresztek is előfordultak. A kereszteket általában a következő évig tartották ott. Ennek védelmező szerepe volt, védte az épületet és az ott lakókat a természeti csapások ellen, mint a tűz, a viharok vagy a villámcsapások ellen még gyorsan megjegyezném, hogy Szent Brigita napját a Római Katolikus Egyház nem ünnepli, mivel ez csak az íreknek a szokása. Brigid ünnepel február 1 esik. Ma a zimbolkot többnyire február 2-án ünneplik, de van, aki elsején. A modern kori poszorkányok kicsit úgy gondolnak erre az ünnepre, hogy a júlban született csecsemőt az istennő babosgatja a kandaló mellett, az otthon melegébe, a kanduló tüzemint szimbóluma, a megtisztulás jelképét hordozza ebben az esetben. A fesztivál népszerűsége Gerald Gardner munkásságából származik, Gardner viszont nem kapott megfelelő hiteles forrásokat, így ez olyan, amilyen. Az imból ünnepét természetesen nem mindenki érzi magáinak, még ezekben a neokörökben is, az ilyen fesztiválokat, mint Imbolkot is csak néhány neopogány tartja, mivel elég sokféle neóirányzat létezik, Imbok ünnepségek is nagyon eltérőek lehetnek a közös név ellenére. Néhányan a lehető legnagyobb mértékben igyekeztek rekonstruálni a fesztivált, de nehéz dolgok van, mivel alig van elegendő információ azért többnyire igyekeznek a vallási gyakorlataikat, a kutatások és a történelmi beszámolók alapján minél hitelesebben megtartani, bár sajnos csak a történelmi hagyományoknak egy részét tudják csak ugye beépíteni, és van, aki még azokat is néha módosítja modern élethez megfelelően. Mivel ez az ünnep kapcsolódik Brigid istennőhöz, ezért sok gyertyát gyújtanak Brigid számára. Vannak, akik ilyenkor Brigid keresztet csinálnak, és kérik az áldását, és neki áldoznak. Ezek az emberek úgy gondolnak Szent Brigitára és Brigidre, hogy a két karakter ugyanaz. Ebben az időszakban a gyertyagyújtásnak nagy hagyománya van, megszentelik ezeket a gyertyákat, amik beragyogják a szobát, ezzel tisztelegve a nap iránt. Ezen kívül olyan szertartásokat végeznek, amik öntisztítással kapcsolatosak. Erre az időszakra szokták beütemezni a nagy takarításokat is, és ezt jó alkalomnak tartják arra is, hogy megtisztítsák a régi dolgaikat, és újakat is beszerezzenek. Az imbolk ünnep is kapott jellegzetes színeket, mint a fehér, a piros és a narancs. Azért, ha nem is tartjuk a gyertya szentelőt, vagy az Zimbolkot, de szeretnénk mégis megemlékezni valahogy erről az időszakról, hogy jobban megértsük, akkor kísérletezhetünk kicsit egy ilyen taró kirakással is, ami ezzel az időszakkal kapcsolatos. Most akkor nézzük ezt a kirakást, akkor nézzük az első helyen, növekedés, mi a tavasz ígérete, mi fekszik a hó alatt, mi kezd el kicsírázni, tehát milyen minőségek ébredeznek a kérdező életében az az így önmagában. A következő a második, inspiráció, támogató minőségek. Mi az, ami támogatja ezt a folyamatot? Az az, ami segíti a kreatív minőségek felszabadulását. A harmadik akadály, mi blokkolja vagy nehezíti az új dolgok megszületését a negyedik tisztulás. Mitől kell megszabadulnia, ami gátolja az új dolgok kiteljesedésében? Az ötödik, az elrendezés. Mit kell rendbe raknia, és letisztáznia a kérdezőnek az életében? Ilyenkor a jövőre összpontosítunk. Ez egy jó alkalom arra, hogy az életedet rendbe ragd, mind lelki, mind fizikai szinten arra kell összpontosítani, ami következni fog. Ki kell pucolni a régét és egy újat felépíteni. Nem mindig szükséges megtartani a régi dolgainkat. Azért, mert úgy gondoljuk, jó lesz valamire, mert sosem frissülhetünk fel igazán, hogyha ezt tesszük hanem mindig kell a rendezettség, a tisztítás, és azokkal a dolgokkal kell foglalkoznunk, ami épp kellenek és aktuálisak. Helyet kell teremteni az újnak, hogy a szépen kicsirázzon és megszülethessen. Lehet, hogy vannak dolgok, amik ezt a növekedést, születést, kicsirázást gátolja, akkor azokon el kell gondolkozni. Fontos, hogy új lendülethez. Mindig kell egy erő, egy inspiráció, ami kilendít és elindít teljesen új utakon, de ez az ünnep emellett a megtisztulásról is szól, egyfajta télűző, tavaszváró, Azért ilyenkor februárban még nagyon hideg szokott lenni, és bőven benne vagyunk a télben, de már annyira várnánk, hogy elmúljon, hogy reménykedünk és várjuk az új kezdetet. Itt a dolgaink, új céljaink indulhatnak növekedésbe. Ilyenkor érdemes új dolgokat elindítani, áldozatot hozni, megerősíteni. Ez a periódusa fény megtalálásáról szól. A belső fényünk, hitünk stabil pontként vezethet, ha azt képesek vagyunk megtalálni. Nagyon alkalmas ez az időszak, hogy tisztító kúrákat csináljunk, és Sokan csinálnak ilyenkor lébőjtött vagy másasuló kúrát. Nem véletlen, hogy a nagybőjt kezdete is körülbelül ennél a szakasznál kezdődik. Most ennyi lett volna imbokra, gyertyaszentelőre. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!